Szia! Szia! Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan és meddig kell befizetni a tandíjat? Tandíj befizetés a Neptunon keresztül történik a hallgatóknak, illetve majd elkülönítve vannak, akik céges számlát kérnek, azoknak majd nyilván máshogy lesz. A Neptunon történő befizetést mondom most el, jó? Központilag írjuk ki, a Neptunon megjelenik a tandíj összege, és a hallgatóknak a gyűjtőszámlára kell föltenni egy bizonyos összeget. A gyűjtőszámla számot azt akkor elmondanám, 117 38 00 8 kötőjel 20 81 28 27-es, ez egy OTP-s számlaszám. A közlemény rovatban nagyon fontos a hallgató Neptun kódjának és a nevének a feltüntetése. A formátum a következő, NK kötőjel, hallgató Neptun kódja, szóköz neve. Jó, és... Azt szeretném még megkérdezni, hogy költségtérítés csökkentést hogyan kérhetek? A költségtérítés csökkentést a karokon lehet kérni. A karnak a honlapján megtekinthető, illetve letölthető a kérvény, amelyen be kell adni ezt a csökkentést, illetve ott van a kérvény leadásának a pontos határideje, és fel vannak sorolva, hogy mik azok, amiket hozzá kell csatolni, hogy ez a kérvény teljes legyen. Egyébként a tandíjbefizetés határideje az őszi fél évben október 20-a, a tavaszi fél évben március 20-a. Ilyen esetben, mikor tandíjcsökkentést kér a hallgató, akkor tanulmányi bizottsági ülés fog összeülni, ők fogják elbírálni ezeket a kérvényeket, és a kérvény elbírálása után kell a Neptunon a hallgatóknak teljesíteni a tandíjfizetést. Aztán beszéltem még a cégeknek a számla befizetéséről. Nagyon fontos, hogy a cégek vagy a Neptunban, vagy pedig a honlapról letöltött nyilatkozaton, számlakérő nyilatkozaton bejelölik, hogy a cég, tehát mely cég nevére szeretnék kérni a számlát. Tehát itt leírják a hallgatónak, tehát kitöltik pontosan a nevüket, Neptun kódjukat, évfolyam szakot, a költségtérítés összegét, és hogy abból hány százalékot fog a cégük fizetni, illetve hány százalék az önrész. Nagyon fontos a cégnek a neve, a címe és az adószáma. Jó, mi ki fogjuk nekik küldeni a számlát, és miután megkapták a számlát, utána kell, hogy befizessék a tandíjat a számlán lévő számra. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen!